Itt élt közöttünk. Szombathelyen látta meg a napvilágot. Követte Krisztust, és ezzel példát adott sok ezer ember számára, akik egy jobb, igazabb életre vágytak. Ő Márton, az ókori Szavária leghíresebb szülötte. A mi szentünk. Emléke ma is él. Ő a szombathelyi egyházmegye védőszentje, de számos templom patrónusának is e híres férfiút választották, a Krisztushoz hűséges Vas és Zala megyei hívek. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó, és maradjatok nála, míg tovább nem mentek, mondta Jézus tanítványainak. Nagy Tilajban is mindig szívesen fogadják a zarándokokat. Így van ez már legalább 700 éve, mikor az első feljegyzések születtek a faluról. A település középkori temploma a mai falutól nyugatra, a templomdűlőnek nevezett területen, az erdő mellett állt. Helyét a szántóföldön kőkereszttel jelölték meg. A templomot, amelynek padjaiban manapság kulcsolják imára a kezüket az emberek, 1883-ban építették. Nem is akárhol, a falu közepén emelték az egyhajós templomot. A templom fából faragott oltárán Szent Mártonnak, a templom védőszentjének képe látható. A festményen a híres Amiani jelenet látható, amint a lovon ülő Márton megosztja köpenyét a ruhátlan koldussal. A freskók 1941-ben készültek. A négy evangélista mellett a magvetőt ábrázolta Gál József, szombathelyi festő. Háttérnek a környékbeli tájat festette meg. Márton még katonaként szolgált, amikor megkeresztelkedett. Sulpicius Severus így írt erről. Márton nem vágyódott hiú emberi dicsőségre, hanem tetteiben Isten jóságát ismerte fel, és midőn 18 éves lett, megmerítkezett a keresztség vizében.